Hello mindenkinek, én Salai vagyok, és pontosan tudom, hogy imádjátok, ha Burger King, vagy Meki, vagy ilyen gyors kaja kóstolás van. Felhalmozódtak új burgerek a Burger Kingbe, így gondoltam, hogy miért is ne kóstolhatnám meg őket előttetek. Ez egy régebbi King Roasted Onion Burger, ez egy előző havi, vagy talán februári King Chimichurri, Cheddar Cheese Ring Lover, és Chicken Cheddar Cheese Ring Lover. Ezeket a neveket te... Fú, egyre hosszabb és hosszabbak. Kicsit megviseltek, sajnos. Ezek jelenleg a Burger King full extrás burgerei. Hát már kézműves hamburger áron mozognak. A King's Roasted Onion 2008-90, King's Chimichurri 2008-90 szintén, és a két Cheddar Cheese Ring Lover pedig 2006-90. Az nem semmi. Titeket most félreraklak picit. Lássuk a King's Roasted Onion-t. 150 g-os marhahús pogácsa, 4 szelet bacon, ropogós pirított hagyma, pirított hagyma szósz, cheddar sajt, paradicsom, ketchup és saláta. Nem mondom, hogy a legszexibb látvány így a valóságban. Érdekes. Szép ez a burger buci. Ennyit tudok hozzáfűzni. Hát lássuk az ízét. Elsőre ez a füstös barbecue-s íz jön, mint ami az összes Burger King-es szendvicsbe, burgerbe. Aztán elkezdtem érezni ezt a grillezett hagyma ízt, de amúgy illatra sokkal intenzívebb ez a pirított hagyma illat, mint amennyire kiérződik ebből a burgerből. Korrekt. Ízekben korrekt, megjelenésben semmi extra. Nem tudom, kézműves hamburger áron egy ilyen alap hambi. Szóval ennél vannak finomabbak is. Sőt, én úgy érzem, hogy így a felsorolási sorrendben fognak ízleni nekem ezek a burgerek. Chimichurri. Ez nem az. Ez a chimichurri. Azt a mindenit, mennyi zöld növény és mekkora adag hagymák vannak ebben. Óriási hagymakarikák, minimál paradicsom, marhahús pogácsa, ropogós bacon, friss paradicsom, vörös hagymával, saláta, chimichurri szósszal együtt. A chimichurri szósz tulajdonképpen egy ilyen argentin szósz, amit grillezett húsokhoz szoktak használni. Kicsit csípős, hagymás szósz. Intenzíven zöld fűszer illata van. Hajrá! Picit túl nagy van. Hogy van hagyma benne, főleg, hogy hagymás a szósz is. Passzott nagyra hagyták a hagymákat. Szerintem ez túlzás. A roasted onionban elvárnám, hogy ennyi hagyma legyen, de a chimichurriban nem kell ilyen hatalmas nagy adag hagymát belepakolni. Amúgy finom a szósz, nincs vele baj. Aki összerakta ezt a burgert, az szerette volna, hogy ma már ne menjek ki a lakásból. Mondjuk nem is fogok már, de okkal. Ennyi hagymát, hát túlzás egy ilyen burgerbe rakni. Cheddar Cheese Ring Lover. Akkor elméletileg, és gyakorlatilag is, ez egy cheddar sajt, rántott cheddar sajt karika. Most leírás nélkül mondom, rántott cheddar sajt karika, még egy rántott cheddar sajt, marhahús pogácsa, egy kis uborkát is látok itt, saláta, két paradicsom és egy kis pirított hagyma. Ez az, amit ez a burger tud, rántott cheddar sajt karika miatt. Újdonság. Mert összességében ugyanaz, mint a roasted onion. Ja nem, ebből nincs bacon. Tényleg, az a különbség. Meg ebben van uborka, de lehet, hogy ez csak itt véletlen. Lehet, hogy csak véletlen fityegi toldalt. Jó, hát nézzük meg. Hát a burgerhez nagyon kell szeretni a sajtot. Ugyanis kétszer annyi a sajt, vastagságra is, mint a hús. Sőt, lehet, hogy háromszor akkora. Konkrétan, hó, ez sajtos. Mekkora? Szakértelem kell ehhez a mondathoz. Semmi mást nem lehet ebbe érezni, csak a sajtot. Ha megkívánod esetleg a rántott sajtot, és úgy gondolod, hogy háromszor annyi kalóriát szeretné bevinni a szervezetedbe, mint egy sima rántott sajt, akkor ajánlom ezt a burgert. Rántott sajt, kenyérbe, váló választás. Én csinálnék egy, mondjuk ez fasság, de mindegy, csinálnék egy olcsó versziót ebből a burgerből,
ahol tényleg csak két kenyér közé berakják ezt a rántott sajtkarikát. Egyiktek cheese ring, még a lover se kell bele. Miért osztogatom ezeket a kéretlen tanácsokat ezeknek a étteremláncoknak? Most éreztem egy uborkát. Az uborka felül tudott keregedni a rántott sajtom. És akkor nézzük meg ugyanezt rántott csirkével. Na már most a csirke, ebben... Szóval igen, a csirke az el van csusszanva, meg kisebb, mint maga a buci. Szóval ha innen, ebből az irányból kezdem el a burgert, akkor ott nincsen hús. Ebből a irányból elkezdve van csirke, és egészen eddig tart. Ez a maradék rész pedig az a burger, amit az előbb említettem, tehát ki tudjuk próbálni, ha ezt a chicken cheddar cheese chili lang... Fú, azt sem tudom. Chicken cheddar cheese ring lover, na ez a neve. Ha ezt a chicken cheddar cheese ring lover-t kéritek, akkor kicsit ki is próbálhatjátok az általam javasolt burgert, a két kenyér között sajtkarikát. Néhány falat erejéig. Először próbáljuk ki a Burger King által megálmodott ízt, aztán majd kipróbáljuk a sajátot. Itt látszik, hogy a fehér rész egyenlő ezzel a sárga résszel, tehát hogy a csirke az ugyanolyan vastagra van hagyva, mint a sajtkarika, ellenben ennél a burgernél, ahol elvész a hús íz a sajtba, itt ér véget a csirke. Eddig van csirke. Nézzük meg az én ötletemet, hogy milyen két kenyér között egy rántott sajt. Nem venném meg, ez borzasztó. Küzdelmes. Tényleg ebben miért nem pakoltak hagymát? Szerencsére az előző burgerekből ezt a rengeteg adagot például belerakhatjuk. Ja, de van benne csak pirított hagyma. Bocsánat. Rakjunk bele ilyet is, hát persze. Persze. Aha. Döntés született. Tudom, sokan mondják azt, hogy sajtból sosem elég, mert mit tudom én, de elég. Ez borzasztóan csak sajt. Tényleg majdnem kenyér között egy sajt. Szóval ez too much. Én ezt leghátra sorolnám. Tehát ő a negyedik. Cheddar cheese ring lover. Mert nem vagyok akkor a cheddar cheese ring lover, mint amennyire meggondoltam magamat. Szóval második. Ez a kis semmi extra King's Roasted Onion. Harmadik ez a csirkés cheese lover. Mert a csirke tulajdonképpen felül tud kerekedni a csirke a sajt intenzitásán. Ezáltal van egy kis élvezeti értéke számomra is. Azt tényleg sajnálom, hogy nem ér végig a csirke, de hát mindegy, még mindig finom. És ez a chimichurri, ami már egy jó ideje van, nem jártam arra, vagy ha arra jártam, akkor nem ezt választottam. Ő nekem nagy kedvencem lett most. Attól függetlenül, hogy teli baszták hagymával. Tehát én nem tudom, mindig teli szokták rakni hagymával? Ehetetlenül sok hagymát raknak bele? De nyilván meg lehet oldani, hogy kiveszem. Ön kis frissességet ad ez a szósz ennek a burgernek. A sorrendem chimichurri, chicken cheddar cheese ring lover. Hú, ki tudtam mondani elsőre. King's Roasted Onion Cheddar Cheese Ring Lover. Ennél lett volna már az a videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Ti kóstoltátok már az összeset? Elkezdett folyni az orrom, annyi hagymát ettem most. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ti kóstoltátok már ezeket az új burgereket, ami nem annyira új, csak én nem voltam az utóbbi időben. Meg az applikáció szerint is új. Mindegyik, kivéve a Roasted Onion. Szóval ezek újak. Találkozunk egy következő videóban, addig is sziasztok, és ne felejtjétek el, a leírásban van egy Instagram és TikTok link, kövessetek be ott is, és lájkoljátok a videót. Sziasztok!